Olvadás és csapadék, bel- és árvízvédelmi készültség is van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Diplomaosztó. A keresztfél éves képzésen összesen 245-en tettek sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen. Határmenti összefogás. Bemutatták Bereg vármegye 1836-os kiváltságleveléről készített kiadványt ma a megyei levéltárban. Bel- és árvízvédelmi készültség is van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Számottevő belvízhelyzet a Felső Szabolcs alsó öblözetében van, ezért ott vasárnaptól szivattyúzást végeznek a vízügyi szakemberek. Az olvadás és csapadék miatt a folyók vízszintje folyamatosan emelkedik. Vásárosnaménynál egy nap alatt több mint 70 cm emelkedett a Tisza vízszintje. Ezt a felvételt Gulyás András készítette Vásárosnaménynál a Tisza jeges árral dübörgött vasárnap délután. A hó és jég olvadása miatt valamennyi folyó szintje megemelkedett térségünkben, a gátőrök a helyszíneken, a hidrológusok pedig kameraképeken keresztül központjukban is figyelik a változásokat. Romániában jeget robbantottak, a jégvonulás dél körül már Szamosangyalost is elérte, a Szamos mellett a Túr is végig árad. A hóolvadás hatására a Túrfolyón is intenzív vízszintemelkedés következett be. Vasárnap elsőfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a túr teljes magyarországi szakaszára. A Romániából érkező árvíz hatására a másodfokú árvízvédelmi készültség elrendelése is indokolttá fog válni. Ezek a felvételek Ukrajnában készültek, vannak olyan települések, ahol még mindig a hó és a jég az úr. Az olvadás azonban ott is elkezdődött, lakóházak áztak fel, sok pincében pedig áll a víz. Feladatunk a nehéz anyagi körülmények között élő károsultak felkeresése, azok megsegítése. Akik egyedül nem boldogulnak a helyzet megoldásával, segítséget nyújtunk számukra. Továbbá fel kell mérnünk a sérült gátak számát, mely után a miniszteri kabinethez fordulunk segítségért, hiszen a gátak helyreállítása jelentős összegbe kerül, és ezt sajnos sem a megyei, sem a járási költségvetés nem tudja finanszírozni. Tisza Bercelnél a folyó még szinte be van fagyva, a környéket nem érte el az árhullám. A következő napokban folytatódik az olvadás, valamint csapadék is valószínű, ezek tovább nehezítik a megyebeliek életét is. Számottevő belvízhelyzet a Felső Szabolcs alsó öblözetében van, de Baktalórendháza és Vaja térségében is súlyos a belvízhelyzet. Nagyon nehéz itt a helyzet Vaján, látszik a túloldalt is, az árkok teli vannak vízzel. Hát nem tudom, ez a belvíz, a kertek teli vannak vízzel, hogy mi lesz itten, azt nem tudom. A vajai Dobos Attila a háza előtti árkot tisztítja, az olvadás ezt is eldugította. A férfi gazdálkodik is, kertjében áll a víz, csak reménykedik, hogy megoldódik a helyzet. Lehet itten puha alatyak, puhának tűnik a föld, de viszont csak... Edáig. Innen már a föld fagya van. Tehát körülbelül egy 10 centi? Hát még annyi se. Egy ilyen 3, max 3. Most hiába puha a föld, csúszkálunk itt jobbra-balra, de... Nem nyeri el a vizet. Nem nyeli el a vizet a föld. A tavaszi munkálatokat hamarosan megkezdenék a gazdák, ám a sáros vagy éppen víz alatti földek még nem alkalmasak az előkészítésre. A külterületi utak aszfaltozását és a csapadékvíz elvezetési rendszer teljes kiépítését sürgeti a Jobbik Nyíregyházán. Béres Csaba önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet tájékoztatóján, hogy a hirtelen jött olvadás több bokortanyán is problémát okozott az elmúlt napokban, többek között Nagyszálláson is, ahol segítséget sem kaptak az ott élők. Egy család keresett meg a múlt hét folyamán, hogy késő estig éjszakában nyúlóan kellett védekezniük a házukat elöntő vízmennyiség miatt. Próbáltak a katasztrófa védelemtől is segítséget kérni, akik azt mondták, hogy elsősorban a városüzemeltetés illetékes ebben. A városüzemeltetés pedig azt mondta, hogy ő magántulajdonban nem, csak közterületen folytatnak kármentesítést, úgyhogy a család magára maradt. Értetlenül állunk a dolgokhoz, hogy a bajba jutott embereken miért nem tud segíteni, akár a város, akár a katasztrófa védelem. Fertőzés veszélynek vannak kitéve a déli határon szolgálatot teljesítő rendőrök, hangsúlyozta mai tájékoztatóján Halmi József, a párt megyei alelnöke.
Az ellenzéki politikus elmondása szerint a kormány is elismeri, hogy az illegális bevándorlók fertőző betegségeket hordoznak, a kivezényelt rendőrök többsége pedig nem kapott semmilyen védőoltást. Követeljük azt, hogy aki ebben mulasztást követett el, pótolja, s addig csak olyan rendőröket vezényeljenek, akik rendelkeznek ilyen védőoltással, ezek a járőr határrendészek, miközben a kormány azzal takarózik, hogy eredeti beosztásában nem igaz, aki oda kerül, az mind járőr határrendész, oltsák be őket, ezt nem teszik meg, akkor pedig ennek a büntetőjogi következményét viseljék az előjárók, a munkáltatók.133 hallgató vette át diplomáját a hétvégén a Nyíregyházi Egyetemen. A kereszt fél éves képzésen összesen 245-en tettek sikeres záróvizsgát. A diákok mintegy 60%-a a nyelvvizsgát is megszerezte. Ünnep ez a nap a diákok, a szülők és az intézmény számára is. Így köszöntötte Kiss Ferenc intézményvezető a vendégeket a Nyíregyházi Egyetem diplomaosztóján. Az intézményben 245 hallgató tett sikeres államvizsgát a 2016-2017-es tanév téli vizsgaidőszakában. Diplomájukat 133-an vehették át. Ahhoz, hogy valaki a felsőoktatásban diplomát kapjon, ahhoz nyelvvizsga szükséges. És ez a nyelvvizsga a feltétele ahhoz, hogy megkapja a diplomát. És korábban ez országos szinten körülbelül 50% volt, amikor a hallgatók átvehették. Most örömmel mondom, hogy ezen a januári napon körülbelül 60%-a veszi át a hallgatóknak ezt a diplomát. Az ünnepélyes oklevélátadó ünnepségen az alsóbéves diákok is elköszöntek a végzősöktől. A friss diplomások közül többen is tovább tanulnak majd. Testnevelő edzőszakon végeztem, 4,25-ös átlaggal. A továbbiakban szeretnék mesterszakra jelentkezni, de sajnos még én a bolonyai rendszerbe tartoztam, ezáltal már a testnevelő edzőszakon mesterképzés itt nem indul, csak osztatlan képzésbe. Így vagy Egerbe, vagy Budapesten szeretnék tovább tanulni a továbbiakban. Földrajztörténelem mesterképzésen végzek most az egyetemen. Előzőleg már szereztem ugyanitt egy BA diplomát, és szeretnék Budapesten tanítani, valamint majd igazgatóként szeretnék elhelyezkedni a továbbiakban. Vizuális és környezetkultúra történelem tanár mesterszakon végeztem, jelenleg is tanítok, és folytatom is a tanulmányaimat doktori képzésben történelem szakon. A diplomaosztón 79-en alapképzésen, mintegy 50-en mesterszakon végeztek, a többi hallgató szakirányú továbbképzéseken vagy felsőoktatási szakképzésen fejezte be tanulmányait. Legó közösségi teret adtak át ma a Nyíregyházi Egyetemen. Az építőkockákat gyártó dán óriás cég és a felsőoktatási intézmény tavaly novemberben írt alá együttműködési megállapodást a közösségi tér létrehozásáról. A LEGO célja, hogy megtalálja azokat a fiatal munkavállalókat, akik már ismerik a játékot, innovatívak és kreatívak, szaktudásukkal pedig hozzájárulhatnak a nyíregyházi gyár fejlődéséhez. A közösségi tér ehhez a célhoz járul hozzá, a gyerekek mellett pedig a felnőtteknek is hasznos kikapcsolódást nyújthat. Kapcsolatot szeretnénk létesíteni, vagy szorosabbá tenni a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO nyíregyházi gyára között. Ezért gondoltuk, hogy fontos egy ilyen teret létrehozni, ami teret ad egy ilyen fajta együttlétre, együtt gondolkodásra, a kreativitást tudjuk támogatni a diákoknál, mivel legózni nem csak kiskorba lehet. Úgy gondoljuk, hogy akár felnőtt korba, diákkorba, tinédzserkorba is nagyon fontos a legó. Gondolkodásmódot fejlesztő tevékenysége, játéka. Használják a legó kockákat, építenek bele bármilyen építményt, ezt fel tudják tenni a megfelelő alaplapokra, de itt tudnak együtt beszélgetni, tudnak közösen akár játszani, kikapcsolódni, felkészülni a vizsgára. Mint ahogy említettem, lehet tölteni a laptopokat, telefonokat, USB csatlakozóval. Tehát a vizsgálat is akár tudnak itt relaxálni, jobban felkészülni egy esetleges vizsgára. Bemutatták Bereg vármegye 1836-os kíváncság leveléről készített kiadványt ma a megyei levéltárban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megjelentetett, a tervek szerint kereskedelmi forgalomban is elérhető kötetben a privilégiumlevél mellett eredeti vármegyei pecsétekről és pecsétnyomókról is olvashatnak az érdeklődők.
Ez Bereg vármegye 1836-ból származó köriratos megyei címerét adományozó privilégium levele. Az eredeti példányt a beregszászi kárpátaljai állami levéltárban őrzik, az irathoz az egyszerű érdeklődő és tudományos kutatásokat végző szakemberek egyaránt nehezen juthatnak hozzá, ezért volt fontos, hogy a megyei pecsétet is bemutató forrás közkincsé váljon. A kézirat és a kiadvány elkészítésében a magyarországi levéltár mellett a beregszászi levéltár is partner volt, így készülhetett el a pecsét használatot és a pecséteket bemutató bevezető tanulmány. A munka illusztrációs anyagát a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában és a Magyar Nemzeti Múzeumban található oklevelek és pecsétek adták. A kiváltság levelekről általában ugye ez minden település vagy önkormányzat életében egy kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ezek a kiváltság levelek, illetve a pecsétadományozások, azok jelentik a hatalmat tulajdonképpen ezeknek az önkormányzatoknak, és ez a Bereg vármegye kiváltság levelének a megerősítése, ez azért kiemelt jelentőségű, hiszen ez adja az adott önkormányzatnak a jogait. A rendezvényen elhangzott a levéltárak egyik alapfeladata, hogy az ilyen típusú kordokumentumokat, okleveleket méltó módon tudományos magyarázatokkal kiadja, és így elérhetővé tegye bárki számára. A mai Szabolcs-Szatmár Bereg megye múltjához szorosan hozzákapcsolódik az egykori Bereg vármegyének a kultúrhistóriája, múltja, és ennek egy jelentős momentum ez a bizonyos oklevél, amelynek most a reprint kiadásának örvendhetünk. Régóta terv volt a megyei önkormányzatnak is egy ilyen kiadvány megjelentetése. Sajnos abban az időben ukrán partnereink nehézségei miatt ezt nem sikerült megvalósítani. Most örülök, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Külügyminisztérium támogatásával ezt a neves kultúrkincset, közkincsét tudja tenni. A magyar, ukrán és angol nyelvű összegzést tartalmazó kötet kereskedelmi forgalomban is kapható lesz. A szakemberek azt remélik, hogy a téma iránt érdeklődők, valamint a múltjukat felkutatni vagy gondozni szándékozó önkormányzatok is megvásárolják majd ezt a dokumentumot. Először tartottak járási bált Tiszavasváriban a hétvégén. A jótékonysági rendezvény céljáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Kiütéses győzelmet aratott az Eger ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák végigvezetve 95-54-re verték ellenfelüket. Egy arany és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőben. Először tartottak járási bált Tiszavasváriban a hétvégén. A jótékonysági rendezvény bevételéből a helyi rendőrséget és polgárőrséget támogatják. Hagyományteremtő céllal szervezték meg szombat este az első járási bált Tiszavasváriban. A rendezvényre mindegy 270 vendéget vártak, közölte Hosszú József hivatalvezető. Az este alatt befolyt adományból két helyi szervezetet támogat majd a Tiszavasvári járási hivatal. A járás illetékességi területén működik a Tiszavasvári rendőrkapitányság. Ugye szokták azt mondani, hogy a közbiztonságra sosem elég a pénz, mi is ezt szeretnénk segíteni, hisz egy robogót fogunk vásárolni, bízunk benne, hogy a bál bevétele elegendő lesz, hogy egy jó teljesítményű robogóval segítsük a Tiszavasvári rendőrkapitányságot, akik a járás egész területén fogják tudni majd használni, illetve egy másik felajánlásunk is lesz, a helyi polgárőrséget is szeretnénk valamilyen formában majd támogatni. A jótékonysági kezdeményezés nem csak a megye további 12 járásának, hanem országos szinten is jó példát mutat. Erről már Vinnai Győző, a választókerület országgyűlési képviselője beszélt. Tiszavasvári járásban közel 30 ezeren élnek, és az első ilyen járási bál, amely a közigazgatásban dolgozókat összefogja, egy közösségé kovácsolja. Tudjuk jól, hogy most január 1-től nagyon sok hatáskor átjött járási szintre a kormányhivatalon belül, és nagyon fontos, hogy az itt dolgozó kormánytisztviselők azok az önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetek is együttműködjenek. Kiütéses győzelmet aratott az Eger ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák végigvezetve 95-54-re verték ellenfelüket. A nyíregyháziak legközelebb a budapesti Honvéd otthonában lépnek pályára.
Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai együttes, a nyíregyháziak látványosnál látványosabb kosarakat szerezve 30 pontig jutottak az első negyedben, szemben a vendégek 12 pontjával. A második 10 percben újabb 10 pontot tettek hozzá előnyükhöz a nagyon motivált kékcápák, akik a fordulás után sem vettek vissza a tempóból. A harmadik negyedet 10, a negyediket pedig 14 ponttal nyerte a valamennyi játékosát pályára küldő házigazda, amely végül 41 pontos győzelemmel zárta a találkozót. Nagyon készültünk az Egerre, tudtuk, hogy ilyen nehéz ellenfél lesz, mert nem igazán olyan kosárlabdát játszik, amihez hozzá vagyunk szokva, kicsit grunkosárlabdát, inkább streetball jellegűt, sok egy-egyel, erre készültünk, és szerencsére sikerült megoldani. A forduló előtt 6 győzelmet számláló egriek edzője érthetlenül állt csapat a teljesítmény előtt. Milyen tudásunk alatt játszottunk, de ezt jól kihasználta, hogy Nyíregyháza jól játszottak. Hát azért mi nem ennyit tudunk, ez meg ilyen gyenge nap volt. Amikor bárhogy cserélsz, bárhogy állsz, bármilyen taktika van, a játékosok sajnos mélyen a tudások alatt teljesítettek. Néha a Tóth Zoliból előjött a igazi énje, de sajnos a többiek nem voltak partnerek benne. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös Tiszaújváros 95-61, Budapesti Honvéd Békés 77-66, Óbudai Kaszások Debrecen 75-87, Hódmezővásárhely Salgótarján 95-87 és Miskolc Mavc 2 109-77. A tabella élén a Miskolc áll 12 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 9 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a következő fordulót, amelyben a Budapesti Honvéd otthonában lép majd pályára. Egy arany és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőben. A lány röplabdázóknál a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata végzett az élen, a fiú kézilabdázóknál pedig a nyíregyházi Arany János gimnázium együttese zárt a harmadik helyen. 4 napon keresztül Nyíregyháza volt a magyar diáksport fővárosa, a megyeszékhely adott otthont ugyanis az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének. 3 sportágban 48 csapat vetélkedett az érmekért és a helyezésekért. A kézilabdázók, röplabdázók és kosárlabdázók többsége élvonalbeli együttesek utánpótlás csapataiban szerepel, így a színvonalra sem lehetett panaszuk a nézőknek. Nagyon pozitívak a visszajelzések, mind a csapatok részéről, mind a felkészítők részéről, úgyhogy efelől most nyugodtak vagyunk. Másrészt pedig azért azt is mondhatjuk, hogy igen, komoly sportsikereket sikerült elérni ez alatt a 4 nap alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselő csapatoknak, hiszen ebben a 3 csapatsportágban sikerült egy aranyérmet, egy bronzérmet szerezni, illetve 2 negyedik helyezést, ami azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon fontos. Hogyha megnéznénk talán egy ilyen éremtáblázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy talán megnyertük volna, vagy a pontversenyt. A lány röplabdázóknál a Vasvári Pál gimnázium csapata veretlenül szerezte meg az aranyérmet. A fiú kézilabdázóknál az arany együttese a megyebeli rivális Zrinyit a csoportmeccsen és a bronzmérkőzésen is legyőzve végzett a 3. helyen. Talán mélyesebbek voltunk, én ezt gondolom. Győzelemre abszolút. A srácok nagyon egységesek voltak, nagyon szépen dolgoztak. Büszke vagyok rájuk. A kézilabdázóknál az arany mögött a Zrinyi végzett a 4. helyen, a másik 4. helyet pedig a vasvári fiú kosárlabdázói szerezték meg. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület március végén, április elején újabb országos döntőt rendez, az amatőr kézilabdázók 20 fiú, illetve 20 lány csapata érkezik majd Nyíregyházára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bel- és árvízvédelmi készültség is van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Számottevő belvízhelyzet a Felső Szabolcs alsó öblözetében van, ezért ott vasárnaptól szivattyúzást végeznek a vízügyi szakemberek. Az olvadás és csapadék miatt a folyók vízszintje folyamatosan emelkedik. Vásárosnaménynál 1 nap alatt több mint 70 cm-t emelkedett a Tisza vízszintje. 133 hallgató vette át diplomáját a hétvégén a Nyíregyházi Egyetemen. A keresztfél éves képzésen összesen 245-en tettek sikeres záróvizsgát. A diákok közel 60%-a a nyelvvizsgát is megszerezte. Bemutatták Bereg vármegye 1836-os kiváltságleveléről készített kiadványt hétfőn a megyei levéltárban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megjelentetett, a tervek szerint kereskedelmi forgalomban is elérhető kötetben a privilégiumlevél mellett eredeti vármegyei pecsétekről és pecsétnyomókról is olvashatnak az érdeklődők. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 6-án hétfőn.
Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk havas esővel, hóval. Egy hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Áramlási rendszerében egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, így az eső mellett holnap havas eső havazás is várható. Az éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párássá válik a levegő. Eleinte eső, majd a magasabban fekvő területeken havas eső havazás várható. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult marad az idő, és időszakosan havas eső havazás is várható. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, a melegfronti hatást éjszakától hidegfronti hatás váltja fel. Szerdán már csak eleinte lehet havazás, majd csökken a felhőzet, és a hét további részében változóan felhős időre lehet számítani, számottevő csapadék nélkül. Napközben fagypont felett alakul majd a hőmérséklet, éjszakánként viszont egyre csak erősödik a lehűlés. A tél végét firtató népi időjárási megfigyelés kötődik-e naphoz is? Ha Dorottya szorítja, Júlia tágítja, vagyis ha ma fagy van, akkor Júlia napjára megenyhül az idő.